Köszöntöm Önöket! A Pannon Televízió híradóját látják. Február 4-e Csenge névnapja van. Ma van a rák elleni harc világnapja. 91 éve született meg Grosics Gyula, labdarúgó, edző, a Fekete Párduc, a legendás aranycsapat tagja, a nemzet sportolója. 70 éve született meg Máté Péter, énekes, zeneszerző. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Elkezdték rendezni a Koszovszka-Mitrovicai híd körüli területet, megegyezett Belgrád és Pristina. Romániában az utóbbi két évtized legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki az, hogy a kormány sürgősségi rendelettel módosította a büntetőjogot. A Seattle-i Szövetségi Bíróság felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök beutazási tiltórendeletét. Ismét felfelé szökik az üzemanyag ára. Meddig még? Lassan éled a természet. A virágkertészek már tevékenykednek. Elkezdték rendezni a területet a hídnál Koszovszka-Mitrovicában, amely a város északi és déli részét köti össze. Erről döntött az éjszaka Severna Mitrovica polgármestere a koszovói területtervezési miniszterrel. A falat azonban csak áthelyezik, nyilatkozta a szerb város részvezetője. A betonlapokból álló 80 cm-es fal a város északi többségében szerbek lakta részén épült. A szerbek újjáépítenék, a pristinai kormány pedig lebontaná. Legutóbb Brüsszelben nem volt szó a szerbek számára legfontosabb témáról, vagyis a szerb községek közösségének létrehozásáról. A 80 cm-es falról azonban tárgyaltak, mondta korábban a szerb miniszterelnök. A szerb fél azt állítja, azért van szükség a falra, hogy megakadályozzák az autósokat abban, hogy a gyalogos zónába hajtsanak. Nyári színpadként is működik majd, az albánok azonban újabb akadályt látnak benne. Alexander Vulin szerb szociálpolitikai miniszter azt nyilatkozta, örül annak, hogy megegyeztek, de egy fontos kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy ezt miért nem lehetett 3 nappal korábban megbeszélni. Sporazum, koji je sinoć postignut, je mogao da bude postignut i pre 3 dana doslovce u svakom slovu. Zašto nije postignut? Šta se čekalo? Ja bih volao da Evropska komisija već jednom izađe i glasno kaže ko je taj ko odugovlači, ko je taj ko krši dogovor, ko je taj ko odmah čim izađe sa sastanka prekrši dogovor o nedavanju izjava, ko je taj ko oružjem pokušava da destabilizuje situaciju na prostoru Kosova i Metohije. A híd körüli tér rendezéséről egyébként már korábban megegyeztek a szerb kormány és a Koszovszka-Mitrovica északi részében élő szerbek képviselői. Szombaton Severna Mitrovica községi képviselői rendkívüli ülésen tárgyaltak a fal lebontásáról. Egyhangulag támogatták a fal lebontásáról szóló tervet, mondta Goran Rakic. Severna Mitrovica polgármestere hozzátette, a híd közelében található fal 2 méterrel beljebb kerül majd a gyalogos övezet felé. Szerbia és Koszovó képviselői az éjjel megegyeztek arról, hogy miként rendezik a Koszovszka-Mitrovicai híd közvetlen környékét, nyilatkozta még szombat délelőtt a szerbiai RTV-nek Marko Gyurics. A szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője ekkor még részleteket nem árult el. Kiemelte, az újabb megegyezés a szerb kormány és Alekszandar Vučić miniszterelnök erőfeszítéseinek köszönhető. Elvesztették a bizalmat az EU-ban és Pristinában. Az egyesség pontosan ugyanarról szól, mint ami pár nappal korábban Brüsszelben volt napirenden, hangsúlyozta Marko Gyurics. Egészen a hajnali órákig tartott a szerb és a koszovói félpéntek esti tárgyalása Pristinában, amelyen az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok képviselői is jelen voltak. A tárgyalás fő témája a Koszovszka-Mitrovicai híd volt, nyilatkozta szombat délelőtt Marko Gyurics, a szerb kormány koszovói irodájának vezetője. Duga i neprospavana noć, da su jutros oko 2:30 naši predstavnici, dakle predstavnici srpske liste, postigli u Prištini dogovor sa predstavnicima privremenih institucija o tome kako će biti uređen taj neposredno deo u Kosovskoj Mitrovici oko mosta. Marko Gyurics véleménye szerint a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd előrehaladását tovább nehezíti az a tény, hogy Brüsszel nem kezeli egyenlőként a tárgyaló feleket. Kada Priština krši sporazume, kada Priština deluje jednostrano, oni ćute. Naravno, Priština koja je preuzimala obaveze da će se ponašati na način koji doprinosi smirivanju tenzija, sve vreme je te tenzije na terenu raspirivala. Tako da sačekajmo sa oprezom da vidimo kako će to izgledati. Naravno,
Ono što je najvažnije, država Srbije je pokazala da je uz naš narod na Kosovu i Metohiji i da neće pustiti bilo kakve akte koji bi napravili dodatnu destabilizaciju na terenu. Marko Gyurić hozzátette, Szerbia továbbra is érdekelt abban, hogy Koszovóban megalakuljon a szerb községek közössége. Azonban Pristina az elmúlt 4 év alatt ennek érdekében egyetlen lépés sem tett még. A koszovói rendőrségnek nincs szüksége engedélyre ahhoz, hogy belépjen Észak-Koszovóba, jelentette ki Jens Stoltenberg. A NATO főtitkára egy koszovói televíziónak nyilatkozott, és megerősítette, hogy a pristinai rendőrségnek nem kell engedélyt kérnie a KFOR egységeitől, hogy Koszovó északi, többségében szerbek lakta részére mehessenek. Mint ismeretes, tegnap a főtitkár koszovói látogatása előtt felszólította Belgrádot és Pristinát, hogy csökkentsék az egymás közti feszültséget. Most pedig nézzük, mi a helyzet a migráns útvonalon az országban. Az illegálisan érkezők illegálisan is távoznak, vagy legalábbis igyekeznek bejutni a magyar határon keresztül az Európai Unió területére. Szerbiában pillanatnyilag mintegy 8000 migráns tartózkodik, hozzávetőlegesen 2000-en befogadó központokon kívül élnek. Szabadka és Magyarkanizsa környékére naponta érkeznek migránsok, akik elhagyatott házakban, tanyákban és az erdőben húzzák meg magukat, majd sötétedéskor nekivágnak az utolsó akadálynak, a magyar határzárnak. Hozzák busszal őket Szabadkáról, honnan ideig hozzák, innen meg aztán ezek az ember csempészek viszik fel a határra. Azok tudják, hol van a holtisza, be van fagyva, és aztán éjszaka vagy este a jége mennek körözti. Az afgán migránsok azt mondták, 4 hónapja vannak Szerbiában, a taxisnak 400 eurót fizettek, hogy Belgrádtól Szabadkáig szállítsa őket. A tanyázók már drótvágó ollóval érkeztek a magyar határ közelébe. Azt mondták, a sötétedést várják, hogy útnak induljanak. Elképesztő gyorsasággal reagálnak a migránsok az új lehetőségekre. Amikor a januári hidegekben befagyott a Holtisza, azonnal megindult itt a forgalom. Itt csupán 300 métert kellett gyalogolniuk a jégen, hogy átjussanak Magyarország területére. Magyarország déli határszakaszának ezen a részén ugyanis nincsen kerítés. Most az enyhe idő és az eső következtében már életveszélyessé vált az átkelés rajta. A parton azonban látszik, hogy nagy volt itt az elmúlt napokban a forgalom. 24 személy sérült meg, amikor egy tehervonat autóbusszal ütközött egy vasúti átjárónál Brasina falu közelében, a nyugat-szerbiai Máliz-Vornik községben, írja a szerbiai RTV. A baleset 12 órakor történt, a vonat a Ljubovija-Belgrád vonalon közlekedő, utasokat szállító autóbusszal ütközött. Az érintett utasok között több súlyos sérült is van, közülük 2 kórházban ápolnak. Szombaton nem sokkal délután Tornyiszent Miklósnál lépett be Magyarországra az a 6 járműből álló konvoj, amely a veronai buszbaleset 16 halálos áldozatának holttestét szállította a budapesti Honvéd kórházba. A január 20-án Verona közelében történt tragédia halálos áldozatainak holttestét pénteken 5 veronai kórházból gyűjtötték össze és helyezték át a halott szállító járművekre. Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, 16-an meghaltak, 26-an megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium tanulói, volt diákok, tanulók, tanárok és egyikük családja utazott. Továbbra is 10000-ek tüntettek Románia szerte a büntető törvénykönyv tervezett módosítása ellen. A nép haragját az váltotta ki, hogy az elképzelések szerint ezen túl a 44000 euró alatti hivatali visszaélés nem bizonyul majd bűncselekménynek, a maximális kiszabható büntetés pedig 7-ről 3 évre csökkenne. A legfőbb ügyész a kormányrendelet felfüggesztését kérte a bíróságtól. Péntek este is hatalmas tömeg tüntetett Bukarest központjában a büntető törvénykönyv tervezett módosítása ellen. Nap mint nap itt leszünk, le a korrupcióval, skandálták a tüntetők. Voltak olyanok is, akik keresztet és koporsót szántak a román bíróságnak. A példátlan méretű közfelháborodást az váltotta ki, hogy a 44000 euró alatti hivatali visszaélés nem bizonyul majd bűncselekménynek. A feldődött tüntetők szerint ez a módosítás csak a korrupciós ügyekben érintett politikusoknak kedvez majd. I think they made
made a very big mistake and they misplaced the power when they did that. The decision was taken only to escape some guys from the government and the public offices to escape from the prison and from their cases. A BTK módosítás egyik legfőbb haszonélvezője egyébként a tavaly választási csalás miatt alapfokon felfüggesztett börtönre ítélt Liviu Dragnea szociáldemokrata elnök, akit egy másik büntetőperben éppen hivatali visszaéléssel vádolnak. A tüntetések ma is folytatódnak Románia szerte. A Seattle-i szövetségi bíróság felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök beutazási tiltórendeletét. Döntése országos érvényű. A bíró azzal érvelt, ahhoz, hogy a rendelet alkotmányos legyen, tényekkel kell alátámasztani, és nem fikcióval. A Fehérház kapásból felháborítónak tartotta a döntést. James Robert bíró, akit az előző republikánus elnök George Bush nevezett ki, elutasította a kormány jogi képviselőinek azt az érvelését, hogy az államok nem támadhatják meg az elnöki rendeletet. A keresetet Washington és Minnesota nyújtotta be arra hivatkozva, hogy a tilalom súlyos károkat okoz. A bíró igazat adott nekik. Robert emellett vitathatónak találta azt is, hogy a Trump kormánya 2001. szeptember 11-én merényletekkel indokolta az intézkedést. A szövetségi bíró rámutatott arra, hogy nem követtek el támadásokat a hét országból származó egyének az Egyesült Államokban. A 2001-es merényleteket többségükben szaúd-arábiai állampolgárok követték el. Szaúd-Arábia azonban nem szerepel a beutazási tilalommal sújtott országok között. Robert úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Trump rendelete alkotmányos legyen, tényekkel kell alátámasztani, nem pedig fikcióval. A CNN amerikai hírtelevízió közlése szerint a pénteki rendelkezés azt jelenti, hogy a rendelet ideiglenesen érvényét veszti. Az amerikai repülőtereken visszatér minden a rendelet előtti kerékvágásba. Egy légitársaság tisztségviselője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, a határőrség tájékoztatta az amerikai légitársaságokat arról, hogy ismét felengedhetik az ideiglenesen hatályát vesztett elnöki rendelet által sújtott állampolgárokat ajánlataikra. A január 27-én aláírt elnöki rendelet értelmében az Egyesült Államok 90 napra azonnali hatállyal felfüggesztette a beutazást Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből. A Trump kormányzata az intézkedést nemzetbiztonsági okokkal indokolta. Nevetségesnek nevezte szombaton Donald Trump amerikai elnök, hogy egy szövetségi bíró pénteken ideiglenesen felfüggesztette az általa elrendelt beutazási tilalmat hét muszlim többségű ország állampolgáraival szemben. Szerinte felül fogják bírálni a döntést. Szerbiában a legdrágább az üzemanyag a régióban. A gázolaj ára 155 dinár körül mozog, és a benziné is követi. Év eleje óta 5-10 dinárral drágultak, ennél többért már csak Görögországban és Albániában tankolhatunk. Manapság már mindennapossá váltak az árkiigazítások, egyedül talán az autógáz ára maradt változatlan, mintegy 80 dinárt kell érte fizetni. Az elmúlt hónapokban volt olyan hét, amikor kétszer is emelkedett az üzemanyag ára. Az autósok egyre elégedetlenebbek. Nije trebalo zato što su rekli na televiziji da su imaju rezerve dovoljno i zato je bilo poskupilo, zašto sad poskupljuje? Znači, ako se skladištilo, onda ga morate imati, isto kao gaz. I sad se vade kao led na Dunavu, ne mogu da donesu ovo ono, folovi. To je samo priča za malu decu. Kako se kreću svetske cene nafte, tako i gorivo. Prema tome, verovatno je treba da se poskupi ako mora. Ko nas pita? Pa da, mi samo građani da trpimo, oni samo neka dižu i onda da glasamo za njih, pa da, kako da ne bi. Az elmúlt két hónapban 15 dollárral drágult egy hordó kőolaj ára 40-ről 55-re. Az olajtársaságok a most esedékes drágulást a váratlan hideggel, a beszállítás nehézségeivel magyarázzák. После ovako hladnog vremena i zabrane plovidbe Dunavom možda smo i mogli da očekujemo da cene u maloprodaji budu više nego što je običajno. A szerbiai üzemanyagszolgáltatók szerint azonban nem csak a szélsőséges hideg a most esedékes drágulás oka. Az amerikai dollár árfolyama az elmúlt hónapban jelentősen megugrott, így ez is kihatással van a piaci árakra.
Cena sirove nafte je recimo od 30. novembra do danas povećena za nekih 16%, dok je cena dizela povećena za 6,5%, a benzina za 7%. To je u apsolutnoj srazmeri. Pre godinu i po dana, kada je cena sirove nafte takođe bila 55 dolara koliko je i sad, imali smo ove cene goriva na pumpama. A kőolaj világpiaci ára két hetente vagy havonta változik. Az általános vélekedés az, hogy a benzinkutak áringadozásai valótlanok. A tavasz első virága a kankalin. A fóliasátrakban már bimbóznak, nyílnak a színesebbnél színesebb példányok. A kertészetekben most kezdődik az értékesítés, ugyanakkor az egynyári virágok palánta nevelése is. A zártermesztő berendezésekben most kezdődik a hajtatásos zöldség és virágtermelés. Akármennyit is termel ki a gazda, kérdés, hogy a piacon el tudja-e majd adni a növényeket. Több mint 20 ezer kankalinpalántát nevel Dukai Tivadar. A tótfalusi kertész a környező piacokra szállítja áruját. A hosszú, kemény télben sokkal többet költött a fűtésre, ezért kérdés, hogy mekkora lesz a jövedelme. Évtizedes tapasztalat van többé-kevésbé, hogy mit tudunk eladni, és aztán még azért mindig hoz meglepetéseket még a ránk jövő idény, szezon. Meglátjuk, hogy mit nyel el, mit viszel a tavasz. Persze bennünk van a félsz tekintettel arra, hogy nagyon keményen fűtöttünk idáig, és mit tudunk értékesíteni. Mennyi vevőnk lesz ez, mindig nagy kérdés idén is. A tavaszi virágok közül a kankalin a legkedveltebb. Az előző évekhez viszonyítva ára nem változott. 100-150 dinárért lehet megvásárolni a piacokon, a legkülönbözőbb színekben pompázva. A beruházás az évek alatt folyamatosan emelkedik, így a kereset alul marad. A beszerzési dolgok, amit mink szerzünk be, ugye mint alapanyagot, azt azért megfizessük, mindig drágában fizessük. A virágtermelők attól tartanak, hogy a megcsappant vásárlóerő miatt nehéz lesz az értékesítés, így a kevesebb pénzből a további fejlesztések is lassabb ütemben haladnak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Jótékonykodtak a Pannon reggeli műsorvezetői. Fatüzelésű pörkölővel, majd szalmával perzselték a sertést a topolyai hagyományos disznótoron. A legdivatosabb mennyasszonyi ruhák és torták az adai esküvő kiállításon. Feloldják a látogatási tilalmat a Szabadkai Közkórházban, mivel a mérések szerint az influenzát okozó vírus a járványküszöb alá szorult Vajdaság területén. A polgárok hétfőtől újra látogathatják az intézményben fekvő hozzátartozókat a házi rendelőszhangban. Óbecsén tavaly nyitotta meg kapuit a mozgássérült és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek napközis otthona. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyerekek nagy része szegény családból származik. Elsősorban számukra szervez most gyűjtést az Óbecsei Ifjúsági Iroda, a Kogníció Civil Szervezet és a Szociális Védelmi Központ. A 7 és 14 év közötti gyerekeknek elsősorban tiszta téli ruhára, lábbelire, iskolafelszerelésre és tisztálkodási eszközökre van szükségük. Ha a lakosság sok adományt hoz, azokból a község iskoláiban tanuló rászorulóknak is jutna. Az adományokat munkanapokon a Fő utca 47-es szám alatt várják a szervezők. Meni prvenstveno je cilj da se neka svest probudi među građanima. Ovakvih akcija uvek bilo, ali ja mislim da njih i treba da bude. Jer kad se završi akcija, nije se problem završio, deca rastu, postoje nove stvari koje bi im bile potrebne. I jednostavno da građani u sljedećoj situaciji kad im se nađe da nečega imaju dva, da ne bace, nego da sklone sa strane, ali uvek mogu da odnesu na određenu lokaciju i da se to dalje sprovede. Stvari mogu da se dostave u naredna dva meseca u Kancelariji za mlade od 8 časova do 3. Felújított kerékpárokat adtak át a Pannon RTV Adni Örömmel nevezésű jótékonysági akciójában támogatott családok részére a Pannon reggeli műsorvezetői. A műsor által támogatott családoknak több köbméternyi tűzifát, több zsáknyi ruhát és játékokat ajánlottak fel a jótékonykodók. A Pannon reggeli csapata is úgy érezte, szeretnék könnyebbé tenni a rászorulók mindennapjait, ezért vicajokat gyűjtöttek. A Pannon reggeli műsorvezetői 9 biciklit újítottak fel, ebből 3 kerékpár a Tavankúti Seffel családhoz, míg a másik 3 az Oromhegyesi Kávai családhoz került.
további három pedig jövő héten jut el az oroszlámosi Mihókékhoz. Szvekán Péter, a Panon reggeli műsorvezetője elmondta, a használt kerékpárok felújításának ötlete nem várt helyről érkezett. Az egyik hallgató szórakozott egyszer ezzel, hogy miért nem csinálok egy ilyen akciót, mikor arról beszélgettünk, hogy mi minden lehet találni a padláson, és akkor mondta, hogy miért nem csináljuk azt, hogy felhívást idézünk a hallgatókhoz, és akkor gyűjtsük össze a bicajokat, azokat újítsuk fel, és adjuk oda. És akkor ez először olyan jó ötletnek tűnt, meg aztán másodszorra is jó ötletnek tűnt, és megcsináltuk. A kétkerekűek felújítását a szabadkai Total Bike vállalta magára. Kozza Andor, a cég képviselője, elárulta, hogy több jótékonysági rendezvényben is részt vesznek. Nevükhöz fűződik a karácsonyi jótékonysági foci kupa megszervezése is. Panonos fiúk felhívtak, hogy van egy nagyon jó ötletük, és hogy mi, mint kerékpárokkal foglalkozók, vagy közünk van a kerékpárokhoz cég, hogy segítenénk ebbe az akcióba. Én rögtön igent mondtam, a fiúk megszervezték a gyűjtést, mi megszerveztük a kerékpárok rendbetételét. Az időjárás is kedvezően alakult számunkra és a gyermekek számára is. A már-már tavaszias időben a gyerekek bátran kipróbálhatták ezeket a bicikliket. A felajánlások során ezt a biciklit is felújították, amiket most elhoztunk a Scheffer családhoz. Nagy a boldogság az oromhegyesi Kávai családnál is. A gyerekek szinte azonnal birtokba vették a kétkerekűeket. A felújított kerékpárok gyorsan elnyerték a gyerkőcök tetszését. Én mondtam, hogy az első az enyém már nagyobb, a melikéjé kisebb, meg a krisztályé kisebb. Azt úgy döntöttük el. A Panna reggeli mikrofonforgatói ígéretük szerint a jövőben igyekeznek minél több hasonló akcióban részt venni. Elmondták, már is azt tervezgetik, mivel rukkolnak elő idén. Mindig nemes célt szolgál a jótékonykodás, főleg ha szegény sorsú, hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekeken segítünk. Ha tehetik, adományozzanak önök is. Toborzó napot tartottak a cserkészek kevében a Móra István Művelődési Egyesületben. A játékos szórakoztató előadáson az óvodások és az általános iskola alsós diákjai vettek részt. Amellett, hogy megtanulták a cserkészet alapjait, ismerkedtek, barátkoztak és közösen rajzolták meg a nap történéseit. A játékos foglalkozást a Móra István Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség tagjai közösen szervezték. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a gyerekek ne otthon a számítógép előtt üljönek, hanem ismerkedjenek, barátkozzanak, amely a későbbi életben jól fog jönni nekik. Mintegy 40 óvodás és kisiskolás játszott együtt. A foglalkozás után mindannyian szívesen lennének cserkészek. Melyik játék tetszett a legjobban? Meg az, amikor jobbra ráztuk, az tetszett a legjobban. Akkor te is szívesen lennél cserkész, de miért? Azért lennék a cserkész, mert minden megbírnák tanulni a cserkészektől. Mint például van valami, ami különösen kíváncsi vagy? Igen, csak az, hogy amikor este távol tüzet gyújtanak, meg építenek házat. 7 éves kortól lehet cserkész valaki. Felső korhatár nincs, bár középiskola alatt sokan ott hagyják a csapatukat. Toborozni szerettük volna a gyerekeket, itt nem volt még cserkészet, és ez egy jó dolog, megvannak rá lehetőségek, fiatalok itt vannak, nincs más adottság, ahová ők el tudjanak menni, és akkor ez a cserkészet egy nagyon jó dolog számukra. A szervezők hagyományteremtő szándékkal szervezték a találkozást. A Móra István Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség közös programja. Azzal a céllal szerveztük, hogy itt a mi vidékünkön is meghonosítsuk a cserkész mozgalmat, a cserkész szellemiséget, hiszen ez úgy gondolom, hogy minden magyar közösség számára nagyon fontos. A jó hangulat és a gyerekek hozzáállását látván egy sikeres napot tudhatnak maguk mögött a szervezők. Megalakult az Edukonsz Egyetem alumni, vagyis az intézmény öregdiák klubja Szabadkán. A korábban végzettek mellett sokan megjelentek a jelenlegi hallgatók közül is. A péntek esti rendezvényen köszönő plakettet nyújtottak át az egyetem egykori tanárának, Somogyi Sándornak, a Vajdasági Magyar Fiatalok Felsőfokú Oktatásában végzett erőfeszítéséért.
Első vízaidőszakkor láttam meg, hogy itt kell tanulni is. Az eseményen több egykori diák is felszólalt. Szombati Zoltán jelenleg végzős hallgató a Pécsi Tudományegyetem közgazdasági karának regionális politikai és gazdaságtan doktori iskolájában. Az Edukonsz Egyetemen szerezte az alapokat tanulmányai folytatásához, amely szerinte elérhető áron minőségi oktatást biztosít. Itt kiváló és hasznosítható tudást kaptunk, amivel jelenleg is meg tudom állni a helyem a Pécsi Egyetemen, és rengeteg hasznos olyan információt szereztünk, amivel nagyon jó munkákat tudunk később írni, és a munkába is úgy gondolom meg tudjuk állni a helyünket. Köszönet azért, hogy lehetővé tette a vajdasági magyar fiatal közgazdászok felsőfokú oktatását, áll az emlékplaketten, amelyet Somonyi Sándor nyugalmazott egyetemi tanárnak, professzor emeritusnak elismerésül adtak át egykori diákjai. Hallgatóit nem kényeztette, kemény kézzel bánt velük, mondja az egykori tanár. Elsősorban úgy álltam hozzá, hogy megtanítsam őket tanulni, és hogy mindenkire ráhagyjam, hogy megválassza a saját irányvonalát. Tehát én nem egy általam meghatározott irányvonalra akartam őket állítani, hanem mindenki abba fejlődjön, amit ő akar csinálni az életben. Csaknem egy évtizede tanulhatnak a hallgatók az Edukonsz Egyetem magyar nyelvű képzésein Szabadkán. Hagyományos disznótort tartottak ma Topolyán a vásártéri otthonban. A régi szokások felelevenítése közben elkészültek a finom házias falatok. Több száz látogatót vendégeltek meg. Fatüzelésű kézi pörkölővel, majd szalmával perzselték a sertést. Nehéz munka, mert mondjuk rá az a 20-25 kiló csak a fa, ami benne van, plusz a masinának a súlya, úgyhogy nem volt egyszerű dolog, de akkor meg kellett. És ez mondjuk egy 10 évig biztos, hogy ment, 65-től 75-ig, akkor érkeztek mondjuk rá butánok, és akkor már azt könnyítettek az emberek munkáján. A népszokásoknak megfelelően a disznó körméből ittak áldomást a böllérek, azért, hogy minél vastagabb legyen a szalonna. Akkor ígyunk a sok szalonnáért. A 100 kilós sertést hagyományos paraszti módon orjára szedték szét, először a fej került le. Sült a lángos, a vér, a szalonna, a hús és a máj is, úgy, ahogy azt dédanyáink is csinálták. Ezt egy kicsit lisztbe, sóba meghempergessük és megsüssük, és van, aki csak úgy hagyományosan csak zsírba megsütik. Farsang idején kiváló alkalom a közös disznótor a találkozásra, szórakozásra és a hagyományok felelevenítésére. Ezt a hagyományt szerettük megmutatni itten azoknak, akik esetleg ugye fiatalabbak, meg nem tudják, hogy valamikor hogy is ment ez, mint ment. A topolyai hagyományos disznóvágást több mint 10 éve szervezik meg, egyre sikeresebben. Most már több szervezet, társszervező szervezi, és természetesen akkor, ha ilyen összefogás áll mögötte, akkor az örökbányoknak nincs más tennivalója, mint hogy támogatja ezt a rendezvényt. Vacsorára leves, töltött káposzta sültek és hájas kifli készült. A rendezvény a Gazdakör, a Topolyai Földművesek Egyesülete, a VMS helyi szervezete és a Községi Női Fórum Ne Felejts Kézi Munkatársulat szervezésében az önkormányzat támogatásával valósult meg. Szívesen nosztalgiáznak az idősebbek az adai esküvő kiállításon. A hétvégi rendezvényen bemutatkoznak cukrászok, ruhaszalonok és ékszerészek is. Ahhoz, hogy a nap, amikor kimondjuk a boldogító igen, teljesen felhőtlen legyen, elengedhetetlen a jó szervezés. Ebben próbálnak minket segíteni itt Adán, ahol a vendégek listáján kívül szinte minden másban segítenek. Sokak több évi házasság után is szívesen idézik vissza a nagy napot. 30 évvel ezelőtt, hogy minekünk a gyűrűjeink is, hogy most már visszajönnek ezek a gyűrűk, mint amit annak idején mink, amit vettünk egymásnak várommal. És olyan szép, hogy az a virágos bevésetésű gyűrűk. A komolyabb érdeklődők ruhapróbát is tartottak.
Pa prvo gledam da mi je udobno, pre svega pošto hoću da mogu da igram, ali naravno i izgled, čipka, da bude čipka. Mint minden évben most is van egy kis változás. Amiben eltérünk, az, hogy a mai napnak a programja színesebb lesz, mint az előző években, hiszen ma elsőáldozási ruha bemutatók lesznek, és zenészeknek, illetve zenekarnak is lesz bemutatkozása. A kiállítás vasárnap is megtekinthető, délután pedig a mennyasszonyi ruhaszalonok mutatják be kínálatukat. A Chelsea az Arsenal legyőzésével tovább robog a bajnoki elsőség felé. A londoni derbin a kékek 3-1-re nyertek városi riválisukkal szemben. A hazai csapat Marcos Alonso révén korán megszerezte a vezetést. A fordulás után tovább növelték előnyüket Hazard, illetve Fabregas góljával. A hajrában az ágyúsok már csak szépítésig jutottak, ezzel beállítva az végeredményt. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Elkezdték rendezni a Koszovszka-Mitrovicai híd körüli területet, megegyezett Belgrád és Pristina. Romániában az utóbbi két évtized legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki az, hogy a kormány sürgősségi rendelettel módosította a büntetőjogot. A Seattle-i szövetségi bíróság felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök beutazási tiltó rendeletét. Ismét felfelé szökik az üzemanyag ára. Meddig még? Lassan éled a természet. A virágkertészek már tevékenykednek. Köszönjük figyelmüket! Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Tartsanak továbbra is velünk, ugyanis hamarosan kezdődik a Természetvédelem határok nélkül, majd a .eu című uniós magazin műsorunk. Este hét előtt kalamár is, versek, prózai alkotások vajdasági gyerekek előadásában, utána körkép és mesél a Pannon. 20 órától ismét friss hírekkel várom Önöket. Ezt követően pedig kincses ládánk Szajánra látogat. Szép estét kívánok, viszontlátásra!